egy jobb évben idáig ér a búza. Molnár István gazdálkodó még májusban azt mutatta, hogy a búza fele akkorára nőtt a száraz időjárás miatt, mint amekkora ilyenkor lenni szokott. Kevesebb volt az oldalhajtások száma, lassabban fejlődtek a növények, a föld pedig teljesen kirepedezett. Ahol pedig száraz talajba került a mag, ott ki sem kelt a kukorica napraforgó. A búzából 70 mázsa helyett 40-50 mázsára, a kukoricában 80-120 mázsa helyett jóval kevesebbre számított akkor a gazda. Itt ilyen 30-40, akár 50%-os terméskiesés is várható, ha azt mondom, hogyha egy durván két héten belül nem lesz eső. Ezek pedig már mostani felvételek Szekszárd határában. Jól látszik, hogy mekkorára nőtt a kukorica. Vendég Edith, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke azt mondja, bár a kukoricát sok helyen megviselte az aszály, a nyári csapadékos idő kedvezően hatott a növényre. Összességében elmondható, hogy körülbelül egy olyan 8,5-9 tonna per hektár körüli megyei termés átlagot várunk, ez egy picivel lehet kevesebb, vagy picivel kevesebb, mint az elmúlt éveknek az eredményei. A napraforgó betakarítása is elkezdődött. Napokon belül tömegesen beindul, de ennek a növénynek sem tett jót a csapadékos, viharos időjárás. A széllökések pedig sok helyen meg is döntötték a napraforgót. Átlagosan hektáronként 3,5 tonna termésre számítanak. A napraforgó piacán egyenlőre látszik az, hogy megkezdődött az aratás. Nagyjából összeért a magas olajsavas napraforgónak és a hagyományos napraforgónak az ára, és az utóbbi időben úgy látjuk, hogy a hagyományos napraforgónak az ára emelkedett kissé. Úgy látszik, hogy van lehetőség a termésárak emelkedésére itthon a kukorica és a normál napraforgó esetében.